A minőségi időt látják, köszöntöm Önöket! Az összeköltözés, a házasság, a gyerekvállalás, de akár a túlzott egyhangúság is problémát jelenthet egy párkapcsolatban. Ma arról fogunk beszélgetni, hogy mikor jelentenek ezek a problémák már krízis helyzeteket, és hogyan tudják megoldani ezt a párok. A témában vendégünk Orbán Nóra párkapcsolati szakértő, köszöntelek a stúdióban. Szervusz Eszter! Azt szokták mondani, hogy 3 hónap, 2 év, 7 év azok a fordulópontok, ami az időt tekintve problémás szokott lenni a párok életében. Ez valóban így van? Miért épp ezek, és hogy ezek változhatnak-e idővel? Lehet találkozni olyan cikkekkel, hogy most már nem is a 7 év, hanem ez már előrébb tolódik. Én úgy örülnék, ha nem ragadnánk meg ilyen pontoknál. Az lenne a legbiztonságosabb, hogyha kapcsolat elején már egy biztos kapcsolatot építenénk, hogyha esetleg akkor nem tettük meg, és úgy tűnik, hogy itt valami milyen fajta buktatók jöhetnek, akkor pedig akkor lehetne stabilizálni a kapcsolatokat. Nem érdemes számolgatni, hogy hol tartunk éppen, és mikor fog beütni a krach. De ami miatt ezek kialakulhattak, annak mi lehet az oka, miért éppen ezek az intervallumok, akkor lép el egy párkapcsolat, hogyha egy normál mederben fut olyan fordulópontokhoz, ami problémát jelenthet? Hát az ezen kívüli idő sem jelent teljes biztonságot. Tehát igazán ezért mondom, hogy nem foglalkoznék ezekkel az időpontokkal, mert bármikor történhet probléma. Adódhat egy külső behatástól is probléma, de leginkább ilyenkor csak a kapcsolat stabilitását fogja jelezni, hogy itt valamilyen baj van. Tehát ha visszamegyünk, akkor még egyszer azt tudnám mondani, hogy ha jól stabilizáltuk a kapcsolatot, akkor nem számítanak ezek az időpontok. Hogyan lehet jól stabilizálni a kapcsolatot, főleg az elején még? Nagyon fontos lenne, és ezt minden alkalommal szeretem elmondani, megállapodásokat kötni a kapcsolatban, hogy mindenki jól érezze magát, mindenki egyenrangúnak érezze magát, és hogy ne kelljen nagyon sok mindenről lemondani. Nagyon érdekes, mert azt gondolják, hogy a párkapcsolat lemondás, és én meg azt gondolom, hogy egy jó kapcsolat jól szervezett párkapcsolatban sokkal jobban is érezhetjük magunkat, mint külön lennénk. Aztán nagyon fontos a félreértések tisztázása. Nagyon sok félreértést tud munkálkodni, úgyhogy észre sem vesszük. Nagyon fontos lenne megtanulni jól konfliktust kezelni. Nem baj az, hogyha veszekszünk, nem baj az, hogyha nagy viták vannak, csak a végén legyenek megoldások, meg egy ölelés. Érezheti egyébként valaki már a párkapcsolat elején, hogy ezzel az emberrel több gondja lesz, mint mondjuk, amit korábban megszokott? Tehát egy nehezebb személyiséggel van dolga? Az se baj, ha valaki egy nehezebb személyiség, mert hogyha egy nehezebb személyiséggel kezdek párkapcsolatot, akkor engem érdekel az a nehezebb személyiség. Itt az lenne nagyon lényeges, hogy együtt tudjunk működni. Egy ilyen helyzetet meg tud valaki oldani? Tehát, hogyha úgy érzi, hogy picit falra hányt borsó az, amit mond, vagy nem igazán tudnak egyről a kettőre jutni egy problémában, akkor van remény arra, hogyha többször elmondják, többször megpróbálják beszélni, akkor változik valami, vagy hogyha úgy érzi, hogy ez így nem vezet sehova, akkor érdemes inkább kilépni a kapcsolatból. Hát egy nagyon fontos kérdés az, hogy ezt hogy mondjuk el. Tehát, hogy nagyon sokszor jelent az hibát, hogy nem egyenrangon tárgyalunk, hanem valamelyikünk fölülről lefelé. Már megint nem azt csinálod. Nekem ez borzasztó, hogy ilyen béna vagy. Tehát, hogy ilyenkor nem fog változni semmi. Ez csak olyan, mint egy rossz gyereknek, amikor elmondják, hogy már megint elrontottad. Ebből nem nagyon várható változás, de hogyha leülünk és megbeszéljük egyenrangon, úgyhogy a megoldást keressük, úgy változhat valami. De ha még ez sem sikerülne, akkor is még mielőtt külön mennénk, érdemes lenne bevonni egy szakembert, aki esetleg tudna egyeztetni a rég besült problémákon. Mennyire jellemző egyébként, hogy mernek szakemberhez fordulni a párok, és megnyílnak az ilyen jellegű problémáikkal? Azt gondolom, hogy egyre jobban, egyre kevesebben vannak azok, akik azt gondolják, hogy ciki akár egy párkapcsolati szakértőt bevonni a problémájukba, de egy kb. 5-10 perc után már ők sem gondolják ezt, mert látják, hogy abszolút konstruktív együttműködésről van szó. Egy picit visszatérve a sablonokhoz, az időn kívül szokás még mondogatni azt, hogy a házasság, a gyerekvállalás, vagy akár bármilyen egyéb ilyen élethelyzet fordulása is problémát jelenthet egy párkapcsolatban, ennek mi az oka? Azért történnek ilyenkor problémák, mert nem elég erős a kapcsolat, és ilyenkor egy ilyen erősebb nyomást kap a kapcsolat, és jobban kijönnek a problémák. Hogyan tudjuk ezt megelőzni? Akkor ugyanott vagyunk, tehát egy olyan kapcsolatban, amikor tudunk beszélgetni, amikor biztosak vagyunk abban, hogy jöhetnek problémák, de meg tudjuk őket oldani. Olyankor egy ilyen nehezített helyzet, mint például a gyerekvállalás, vagy egy esküvő megszervezése sem okoz akkora problémát. Tehát, ha jól értem, azt mondod, hogy ilyen problémák csak gyengébb párkapcsolatokban fordulhatnak elő. Hát a problémákkal érdemes megtanulni együtt élni, mert azok vannak, ezek színesítik is az életünket, de hogy ezeket mi jól tudjuk-e megoldani, az már rajtunk múlik.
az mennyire jó út egyébként, hogyha nem szakembert, hanem családtagokat, barátokat hívunk segítségül ahhoz, hogy segítsenek megoldani a problémáinkat? Azért lehet ez nehéz, mert a családtagok nagyon akarnak segíteni, és mindenki a saját szemüvegén keresztül, tehát a saját tapasztalatainkon keresztül akarnak valamilyen megoldást mutatni a párnak. Egy párkapcsolati szakértő pedig kívülállóként tud ránézni a helyzetre. Hogyha konkrétan megnézzünk kiemelünk egy ilyen szituációt, mondjuk nézzük az esküvőre való készülődést, ott milyen olyan impulzusok érhetik a pár tagjait, amiktől problémássá válik ez a dolog, és veszekedések kerekedhetnek. Ugye a konfliktus az érdek és érték ellentét. Na most az érdekeink nagyon sok ponton különbözhetnek egy házasságkötéskor, vagy egy esküvő megszervezésekor. Egyszerűen azért, mert másként képzeltük el, mert másféleképpen nőttünk föl, ugye itt az értékeink is jönnek, és ezt a kettőt kell összeegyeztetni. De hát egy párkapcsolatban ez nagyon sokszor meg fog majd történni. Itt az a helyzet, hogy nagyon sok szervezni való van, és ezért koncentráltan látszik ez, hogy itt nekünk össze kell hangolódnunk. És itt azért nagyon jó helyzet van, mert ki lehet próbálni azt, hogy lehet ezeket a különböző érdekeket, értékeket úgy összehozni, hogy azok már a mieink legyenek. Tehát minden kétfél elmondja, hogy mit szeretne, és abból hoznánk egy közös megoldást, akkor úgy érezhetnénk, hogy ez a mi esküvünk. Eddig inkább olyasmikről beszéltünk, ami a pár mindkét tagját érinti, de mi van akkor, hogyha csak az egyiküknek van valamilyen magánéleti vagy egészségügyi problémája, ez is okozhat ilyen krízis helyzeteket? Én azt szoktam mondani, hogy azért egy komolyabb párkapcsolat azért évtizedekre is szólhat, és ilyenkor bele kell azt számítanunk, hogy megtörténhet velünk bármi, betegség, elesettség, bánat, gyász, és ilyenkor ez nem lehet csak az egyikünk problémáját, pont azért vagyunk együtt, hogy többek legyünk akár egy ilyen helyzetben is, és segíteni tudjuk egymást. Egyébként egy ilyen helyzet lehet előreutaló arra, hogy majd később egy másik problémás szituációban hogyan fog reagálni a párunk? Tehát, hogyha persze, itt kiderül, hogy számíthatok erre. Uh-huh. Itt kiderül, hogy elfogadom a segítségét. Azért ezek nagyon fontos dolgok. Hogyha ez már jól szervezetten megy, akkor sokkal bátrabban tudok az életben, az élet megpróbáltatása jelé nézni. Szóval azt szokták mondani, hogy manapság a párok könnyebben belesüllyednek ezekbe a problémákba, illetve nem akarják megoldani őket, hanem inkább azzal vetnek ennek véget, hogy az egész kapcsolatot is lezárják. Ez igaz? Ez valóban egy ilyen korbetegség? Igen, ez gyakran előfordul. Az én praxisomban nem annyira, mert mi már arról beszélgetünk, hogy lehet ezt megoldani. Az a helyzet, hogyha nem oldjuk meg ezeket a problémákat, akkor ezek a megoldatlanságok, mivel hozzánk is köthetők, jönnek velünk egy következő párkapcsolatba, amik ugyanide fognak kifutni. Említettünk eddig változásokat, de mi van akkor, hogyha az állandóság jelenti pont a problémát? Hogyha azt érezzük, hogy nem történik semmi, nem haladunk előre semmit, ez miért jelenthet gondot, és hogyan lehet ezt megoldani? Hát ha nem történik semmi, nem haladunk előre, na akkor kell bevonni egy szakembert, és jól megoldani. Ezek nagyon érdekes játékok, és onnantól, hogy látjuk, hogy ezekben sikeresek vagyunk, az már nagyon jó tesz egy párkapcsolatnak. Aztán, hogyha az állandóságról beszélsz, akkor én gondolok itt arra is, hogy elfelejtjük színesíteni a kapcsolatunkat, elfelejtjük azt, hogy azért, mert már régen benne vagyunk a kapcsolatban, akár szülők is vagyunk, vagy házastársak, azért még megmaradtunk férfinak és nőnek egymás mellett. És hát, ha kimaradnak a randék, meg a közös együttlétek, meg akár az otthoni jó hangulatú programok, akkor az hiányozni fog a kapcsolatból. Valószínűleg ezek mondják egyébként az éveket, mert hogy idővel az emberek belefásulnak egy picit ebbe. Mit tanácsolnál, hogyan lehet fenntartani az érdeklődést, érdekességet a másik iránt? Soha nem szeretem az általánosítást, nem felsúl bele mindenki. Vannak, akiknek ez egy nagyon fontos játék és egy nagyon fontos örömforrás, hogy a társuk a mindennapjaikat megéljék örömben és csillogásban. Én egészen konkrétan azt szeretem, hogyha vannak otthon szertartásaink, ha vannak külön programaink, hogyha elmegyünk valahova és szépen föl kell öltözni, hogyha ott csak egymásra tudunk figyelni, és nem kell otthoni problémákról beszélgetni. Hogyha ugyanúgy vagyunk együtt, mint a kapcsolat elején, és ez akár 80 éves korunkig fenntartható. Mikor válik egy-egy problémából valódi krízis helyzet, mikor kell szakembert felkeresni? Említettél már néhány példát, de hogy egy picit nézzük meg ezeket közelebbről. Ugye, amikor egy problémát már nagyon régóta akarunk megoldani, és nem oldódik meg, akkor egyre mélyebben süllyedünk be, egyre fájdalmasabb lehet, és egy idő után azt látjuk, hogy ebből nem nagyon lehet kijönni. És ilyenkor megélhetünk mély krízis helyzeteket, ilyenkor érdemes kérni valakinek a segítségét. Hogyan veszi észre valaki azt önmagán, hogy ez most már tényleg egy krízis helyzet?
úgy értem, hogy persze éreztetem azt, hogy nem vagyok annyira boldog éppen, vagy valamivel nem vagyok elégedett, de hogy mennyi időbe telik, még bevalljuk ezt saját maguknak akár. Hát ez is mindenkinél máshogy működik, tehát az, hogy én magammal mennyire vagyok őszinte, ez egy nagyon fontos kérdés. Aztán van, amikor már krízis, akkor jelentkezik, amikor már nincs tovább út. Tehát amikor már nem tudok mit csinálni. Hogyan tudtok segíteni szakemberként az ilyen párokon? A krízisnek az a lényege, hogyha én egy az élettanulási folyamatomba elakadok, éppen azért, mert nem akarok, hogy nem tudok látni valamit, akkor ez a krízis már egy akkora nyomást tesz rám, hogy kénytelen legyek megoldani. Persze, azért vannak, akik ezen is valahogy túljutnak. De hogy kénytelen legyek megoldani, és hogyha teszek bele többlet energiát, vagy többlet információt a jó megoldásokra, akkor a krízis által sokkal több lehetek, vagy a párkapcsolatban sokkal többek lehetünk. Vagy hát, ha nem sikerül megoldani, akkor viszont még nehezebb terheket fogunk cipelni. Egy párkapcsolati tréningen mi történik? Hogyha valaki számára ez teljesen idegen, hogyan képzelje el? A tréning műfaj az egy több szereplős, tehát akkor ott több pár vesz részt, és elmondják a saját tapasztalataikat, és egymásról vesznek le információt. Az a fajta konzultáció, amiben én dolgozom, ott egészen nyíltan feltárjuk a problémát. Én általában el szoktam mondani, hogy mi okozza ezt a helyzetet, és merre lehet tovább menni. És ilyenkor mindig a pár dönt, hogy melyik lehetőséget választja, ugyanis ez az ő életük és az ő érzéseikről szól. Köszönöm szépen a beszélgetést, és hogy elfogadtad a meghívásunkat. Örömmel. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet. Viszontlátásra!